Szirénázó rendőrautók és biztonsági erők kíséretében érkezett Dragán Gyuri szerda délelőtt 10 órakor a Szabadkai Felsőbíróság épületébe. A Szurcsini Hentest azzal vádolják, hogy tavaly júliusban elrabolta és brutális kegyetlenséggel megölte a 15 éves szabadkai Tijana Jurityot. Az ellene folyó kameráktól mentes tárgyalás azonban nem sokáig tartott. Gordana Kojic bírónő elfogadta a vádlott ügyvédje által benyújtott kérelmet, és elrendelte Dragán Gyurić újabb pszichológiai vizsgálatát. Presvega ja sam vrlo zadovoljan što je sudsko veće usvojilo naš predlog za novim vještačenjem i mislim da je veće donelo potpuno ispravnu odluku. Dakle, to je činjenica koja mora da se utvrdi. Mi danas nismo utvrdili da Dragan Đurić nije sposoban da prati glavni pretres, nego smo tražili da se ta činjenica utvrdi. I po njegovom današnjem ponašanju i po njegovom pređašnjem ponašanju mi smo imali osnovne sumnje da on u vrlo ograničenom kapacitetu može da prati ovaj glavni pretres. A bíróság döntése mélyen megrázta a gyászoló édesapát, aki könnyekkel küszködve nyilatkozott az újságíróknak. Ja i dalje verujem naravno u pravosuđe i u sud ove zemlje, ali zbog čega sada pravimo cirkus od ovog suđenja, zbog čega pravimo neke španske serije. Bili su zakazani pretresi, računao sam da će to u ova 4 dana da se završi, da završimo s ovim, da ja mogu da nastavim da živim, da ja mogu da zatvorim tu knjigu koja je meni na neki način toliko bol na meni i porodici i nisam želeo da... Jednostavno ogorčen sam, eto, to je sve što mogu da kažem. A Dragán Gyuričról készült korábbi orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a gyilkosság estéjén beszámítható volt. A család jogi képviselője bizakodik, hogy ez az álláspont változatlan marad. Ja sam potpuno uveren, da je on procesno sposoben, ali zbog svog niskog, kako su oni rekli, kapaciteta, inteligencije i tako dalje, on nije sposoban da odgovara na pitanja na način kako bi se to očekivalo. Ali apsolutno sam uveren da će on biti procesno sposoban i da će veštaci, kao što su rekli da je bio u računi u prilikom izvršenja krivičnog dela, da će biti njihov nalaz da je sposoban da prati tok suđenja. Amennyiben az orvosi szakvélemény bebizonyítja, hogy a nemi erőszakkal és brutális gyilkossággal vádolt Dragán Gyurić tartósan nem beszámítható, akkor az is megtörténhet, hogy ejthetik az ellene emelt vádiratot. A gyanúsított védője legalábbis ebben bízik.